Sziasztok, hajmosás előtt a hajamat be fogom kenni kókuszolajjal, mert eléggé lestrapált és száraz mostanában. Próbálom növeszteni. A kókuszolaj az a kezemnek a melegétől fel fog olvadni, ezáltal sokkal könnyebben el tudom oszlatni a száraz hajon. Ugye ez nagyon jó ápoló. Bőrre, hajra, mindenhová lehet kenni tulajdonképpen. Érdemes utána egy hajgumival vagy egy csattal feltűzni a hajat, hogy ne legyen a ruhátok olajos. Ezután következik a szőrtelenítés. Most a bajuszomat fogom legyantázni, tulajdonképpen ez egy gyantázó szett, de ugye nem az a rendes gyanta megy bele, hanem ezek a kis golyók, amik hőhatására felolvadnak, és ezzel kapunk meg egy meleg vaxot, amit még melegen kell fölkenni a szőrtelenítendő területre. Óvatosan persze ne égessük meg magunkat. Ez nagyon hamar megszárad, egyébként néhány másodperc, és semmiféle foltot nem hagy, nem ragad bele a bőrbe, tehát ez itt látható is, hogy teljesen száraz, és akkor ugyanúgy, mintha gyantáznék, a kedvenc mozdulatommal letépem, és aloe vera minden mennyiségben, először a first-öt fogom ráfújni, aztán pedig egy hűsítő aloe vera gélt, hogy ugye ne pirosodjon ki az érzékeny bőrfelület. Hajmosáshoz először a babasampont használom, ezt első mosásnál, ez zsíros hajra, és a Farmacinak a fokhagymás samponját használom második mosásnál. Ez egyébként egy nagyon jó sampon, bár nekem ugyanúgy zsírosodik sajnos a hajam, nem sok javulást látok. Hajpakolásnak pedig sima L'Oréalos hajbalzsam, ez a piros Total Repair 5. Míg zuhanyoztam, az arcomat letisztítottam ezzel a háromféleképpen is használható termékkel, a radír funkcióját használtam. Most fölteszek egy Quick Fix kollagén plusz maszkot, amit ugye száraz bőrre teszünk föl, körülbelül diónyi mennyiséget eloszlatok az arcomon mindenfelé, ez hialuronsavat is tartalmaz, ami hát ugye az idősödő bőrnek eléggé elengedhetetlen összetevője. Mármint a terméknek az összetevője, nem a bőrnek, és ugye látható, hogy el is kezdett dolgozni, miután lemostam, szépen így fel, hát idézőjelesen marta a bőrömet, eltávolított mindenféle oda nem való anyagot, és most egy hűsítő rózsavízzel hát csitítom le a bőrömet, amiben már nagyon kevés van egyébként, és nem tudom, hogy hol fogok újat szerezni, mert ezt még Horvátországból kaptam. És hát hialuronsavból sosem elég, egy szérumot fogok föltenni. Következő lépésként ebből 4-5 cseppet kell eloszlatni az arcon. Ezt egyébként napi rutinként is használom, tehát reggel, este beütögetem a bőrbe, és utána viszem föl vagy az éjszakai, vagy a nappali hidratáló krémet. A szemkörnyékemet egy hűsítő, uborkás roll-onnal fogom hűsíteni, és ugye finoman beleütögetem a szemkörnyékembe. Arcom hidratálásához szintén rózsa termék, tehát ez egy krém. Ez nagyon szépen puhítja és nyugtatja a bőrt, különösen most már a téli időszakban. Hajakhidratálásról se feledjünk meg, és akkor a hajamot be fogom fejezni. Teszek rá egy hajvégápoló szérumot, ez egy régi avonos szérum, ezt nagyon-nagyon szeretem, olaj inkább igazából, és ezt amíg nedves hajnak a végén eloszlatom, és látjátok, a kókuszolajtól, a pakolástól, meg ettől az olajtól is egészen könnyen ki lehet fésülni. Következik a szárítás. Mivel nekem nagyon vékony szálú, lelapuló a hajam, így igyekszem a hajnövekedéssel ellentétes irányban szárítani. És volt már egyébként hajszárítós rutinom, úgy emlékszem, de körülbelül 90-95%-ig teljesen megszárítom a hajamat, és csak a végén megyek át egy nagy körkefével, hogy szépen lesimítsam és fényesítsem a tincseket.
végén még egy kis olajat teszek föl, de már csak nagyon-nagyon kevés mennyiségben, hogy ne zsírosítsa el a hajamat. És tulajdonképpen ennyi is lenne ez a hétvégi ráérős rutin. Tiszta, ragyogó bőr, frissen mosott haj. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek ez a videó, találkozunk legközelebb. Legyen nagyon szép napotok, sziasztok!